Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Halottak napja. Meghosszabbított nyitvatartással várták a látogatókat a hosszú hétvégén a budakalászi temetőkben. Közmeghallgatás. Több kérdés hangzott el a hév megálló környékének rendezéséről és a helyi közlekedés nehézségeiről is. Mentáskert. Őszi hangulatú, kézműves foglalkozást tartottak kicsiknek és nagyoknak. Meghosszabbították a nyitvatartást a hosszú hétvégén a budakalászi temetőkben. Minden szentekkor és halottak napján a megszokottnál nagyobb volt a forgalom a városi sírkertekben. Az emlékezők virágcsokrokkal, koszorúkkal és mécsesekkel tisztelegtek az elhunyt szeretteik előtt. November 1-e a Minden Szentek ünnepe, november 2-a pedig a halottak napja a keresztény világban. Budakalászon a Klisovác utcai katolikus temető, a Pomázi úti szerb temető, a Kőbányai úti zsidó temető, valamint a Csalogány utcai és a Szent István telepi sírkertek reggel 7-től este 8 óráig voltak nyitva a látogatók előtt az ünnepi hosszú hétvégén. Évek óta járok ki a temetőből, mert sok halottam van, de ez több napig is tart, mert rendetbe tesszük először a sírokat, akkor délelőtt kihoztam egy nagy csokor virágot, most meg kihoztam a többit még, ami volt, és mindenhol a sírokra elhelyeztem, mert holnap van a Minden Szentek, és aztán jön a halottak napja, akkor már csak gyertyát gyújtunk és imádkozunk a halottainkért. Ma este misére megyünk, meg holnap is, meg holnap után is. Úgyhogy imádkozunk a halottainkért. Hát nekem 7 sírom van, 7, meg a húgomnak is van 2, és az utóbbi időben mi a húgommal, hát mint nyugdíjasok, neki láttunk, és rendbe tettük a nagyjából a temetőt, mert nagyon sok bokrok nőtek, és nem lehetett látni a sírokat sem. És mert a sírgondozó az lett, vagyis aki itt volt, az felmondott, és el is fogadták a felmondását, és akkor a húgommal kijöttünk, és elkezdtünk rendet csinálni, mert ő minden síron meghagyott minden fűszálat, meg fát is, ami van, ahol egy cseresznyefa nőtt ki. És, de most mindenhol olyan szépen lehet látni a sírokat, de még van teendő. Mit jelent önnek ilyenkor a megemlékezés? Hát egyrészt a halottakról van megemlékezés, és imádkozunk értük, hogyha tisztított tűzben vannak, minél előbb kerüljön. Minden szentekkor az üdvözült lelkekért, halottak napján pedig az üdvösséget még el nem nyertekért imádkozunk. November 1-e, vagyis Minden Szentek napja a munkaszüneti nap. Ilyenkor ugyanis tömegek látogatják meg országszerte hozzátartozóik nyughelyét. Nehezebb ilyenkor kijönni a halottak napján? Mindig nehéz, nem csak halottak napján. A szeretteink azok minden nap eszünkben vannak, meg jutnak. Úgyhogy, de hát ilyenkor meg főleg. De olyan nap nincs, hogy ne gondoljunk rájuk. Mi okoz megkönnyebbülést? Esetleg egy mise, vagy közös beszélgetés? Én minden este imádkozok. Úgyhogy halottakért is a családomért, meg mindenkiért. És jó lenne, már béke lenne a földön. Szomorúságot okoz, mert nem mindenki gondolja így. Én nem valahogy olyan nehezen dolgozom föl ezt, hogy elvesztettem a szeretteimet. És minden évben változatlanul ugyanolyan szomorúságot okoz halottak napján kijönni? Igen, nem csak halottak napján, az a baj, hogy nem csak halottak napján. Más halottak napi megemlékezés és a temető látogatás? Hát nem sűrűn járok ki, eleve azért, mert akkor mindig olyan rossz érzés az embernek. Úgyhogy olyan sokat nem járok ki. Szívesebben gyújt otthon egy-egy gyertyát, az is ugyanannyit jelent. Igen, szívesebben. A halottak napja az évek során fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való megemlékezéssé. Az utóbbi napokban családok, rokonok és barátok látogatták meg halottaikat, virágot hoztak nekik és gyertyát gyújtottak emlékükre. Sokak számára szomorú ez az ünnep, mások igyekeznek a boldog emlékeket felidézni. Hát azt mondom, hogy nem csak halottak napján kell a szeretteinkre gondolni, az, hogy ilyenkor fizikailag is esetleg eljövünk hozzájuk, az egy szokás, de ők mindig velünk vannak. Tehát én abban hiszek, hogy az energiák, a családok energiái, azok összefüggnek egymással, és egyszer úgy is találkozunk azokkal, akik most
nincsenek velünk. Én mindig jó szívvel emlékszem rájuk. És igazából amiatt nem vagyok szomorú, mert hogy úgyis találkozunk újra. Nagyon jó eljönni a temetőbe. És miért? Mert gondoskodunk, akit szeretünk. Az elmúlás az élet elkerülhetetlen része, mégis sok családban tabunak számít. A fiatalok még máshogy viszonyulnak a halálhoz, mint az idősebbek. A halottak napi szokások, a közös emlékezés, a beszélgetés és a temető látogatás segíthet a gyerekeknek megismerkedni a témával. Ilyenkor emlékezni jövök ki, nekem a nagyszüleim és a szüleim vannak itt Budakalászon eltemetve, édesapámból budakalászi. És ilyenkor nehéz bármit is mondani. Tehát nagyon régen meghaltak, az édesapám 30 éve meghalt. És hát tulajdonképpen máskor is ki szoktam jönni, de ilyenkor az egész temetőt az ember megnézi, és ez sok kis égő, ami világít, tehát a kis gyertyák fénye, ezek egy más világot, egy más hangulatot hoznak az ember lelkében. Én gyerekkoromban is jártam már ide, mert hát 4 éves voltam, amikor meghalt a nagypapa, és őt már itt temették el ebbe a temetőbe, és ugye minden halottak napján a szüleimmel eljöttünk. Akkor én nagyon szerettem gyertyát gyűjteni. De az emlékek, hogy milyen volt ez a nagypapa, igazából most jönnek meg. Tehát most él sokkal jobban az emlék, mint gyerekkoromban. Gyerekkoromban kicsit játék volt, kicsit érdekesség, kicsit más, kicsit szép. Most meg emlék. Egy testvérem van, de vele se szoktam már így beszélgetni az elhunytakról. Tehát az élet körben övé a halottakat, és így megváltozik a beszélgetés is. Tehát ez a körbenövés ugye azt jelenti, hogy nem felejtünk, de egy picit halványítunk. Az ünnepi hosszú hét végén megszépültek a budakalászi sírkertek. A városrendészet munkatársai megerősített szolgálattal segítették a rend és a biztonság fenntartását a temetőkben. A sírokhoz érkezők így békésen, meghitt környezetben emlékezhettek szeretteikre. Az október 26-ai közmeghallgatáson a Hév megálló környékének rendezéséről, a helyi közlekedés nehézségeiről és a behajtási rendelet intézkedéseivel kapcsolatban is érkezett kérdés és javaslat a grémium felé. Folytatjuk összefoglalónkat az ülésről. A közmeghallgatáson elsőként egy helyi lakos a Hév megálló és környékének rendezetlen megjelenésére hívta fel a figyelmet. Nagel István alpolgármester kifejtette, hogy felvették a kapcsolatot a MÁV Hév ZRT-vel, hogy telepítsenek kamerákat, egyrészt a tisztaság, másrészt a közbiztonság megőrzésének érdekében. A társaságnak erre nincs lehetősége, de feljogosította az önkormányzatot az eszközök felszerelésére. Így folyamatban van összesen 9 darab, a 3 megállóban 3 kamera kihelyezése. Javaslat érkezett továbbá az Erdőhát utca, Som utca és a Levendula utca kereszteződésénél évek óta megoldatlan problémára. A porszennyezés elkerülése érdekében kapjon aszfalt burkolatot az út. A köztéri fák gondozása mellett szó esett továbbá a lenfonó átjárónál lévő csomópont közlekedési lámpáiról is. Ugye nézőpont kérdése, tehát az autósok, ebben azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk, az biztos az utakon. Azt is látjuk, hogy ugye az M0-ás befejezése itt a városunk tövében, az bizonyosan jelentősen hozzájárul, hogy a József Attila úton és utána az Ürömi úton folytatódik a közlekedés jelentős mértékben. Úgyhogy amíg ebben nem lesz változás, addig ez a forgalomterhelés, ez sajnos a városunk része marad. Ami nagyon fontos az, hogy ugye az autós közlekedésen túl ugye a gyalogos közlekedés és a gyalogos biztonságos közlekedésnek a feltételeit is meg kell teremteni. A Magyar Közút, ahogy ön is említette, a Magyar Közút üzemeltetésében van többek között ez a csomópont is. Az, hogy ne legyen biztonságos jelzőlámpás gyalogátkelési lehetőség ebben a csomópontban, ez sajnos nem opció.
az, hogy magán a csomóponton lehessen az áteresztő kapacitást javítani, az viszont mindenképpen cél. Ennek érdekében kértük többek között mondjuk a hív megálló peronjainak egy oldalra helyezését, és további lépéseket is meg fogunk vizsgálni annak érdekében, hogy javítsuk az áteresztő képességet. Ugyanakkor egyébként látszik az is, hogy minden közlekedési kérdés ugye egy dinamikusan változó tényező, tehát magyarul amennyi autó most átmegy ezen a kereszteződésen, ha valamit módosítunk, lehet, hogy bizonyos autók vagy sofőrök úgy fognak dönteni, hogy nem erre jönnek, mert már jobban meg fogja érni mondjuk másfelé menni. Tehát, hogy ez nem egy egyszerű matematikai képlet, ami alapján ki lehet ezt számolni, de mindenképpen tényleg mérnökök azok, akik ebben segítségünkre tudnak lenni, és ők azok, akik ez ügyben bármiféle optimalizációs javaslatot tudnak tenni, ami triviális volt, a hév megállók átalakítása, azt megtettük, és már így is szerepel a hév tervekben. Szűcs Ferenc a behajtási engedély bevezetésével kapcsolatban intézett kérdést a Városatyákhoz. Ugye fölmerült annak idején, amikor a behajtási rendeletet felülvizsgáltuk, hogy a Dunaparton változtatunk-e a korábbi behajtási zónán. És végül egyébként pont amiatt, mert meghallgattuk az ott lakókat, civil szervezeteket, elvetettük azt, hogy kibővítjük a védett zónát. Ugye jelenleg is azért tudjuk, hogy a nyári napokon, most ez nem csak horgászokat érinti, hanem sok mindenki mást, amikor szép idő van, jó idő van, akkor akár ott a Lupaszigeti út tövénél, lent, hogyha elfordulunk az Ebihal felé, akkor ott általában egy parkolási káosz van, jönnek le sokan biciklizni, kutyát sétáltatni, gyereket sétáltatni, rengetegen célozzák meg a Dunapartot, ugye Szentendrén szinte mindenütt fizetni kell, Budapest harmadik kerületben is nehezebb lejutni a Dunaparthoz, és ezért felvetettük, hogy esetleg ott szintén szigorítanánk a behajtás szabályt. Azonban ezt végül nem tettük meg, mert ez volt a kérés a lakók részéről, hogy ne tegyük meg, tehát a behajtási zóna, amit védünk, ugye a védett övezet, ez a gátra korlátozódik jelenleg, illetve lent, hogyha lemegyünk a Lupaszigeti út tövébe, akkor még ott ugye a csónakház magasságában, ugye ott van kint még egy tábla, amivel engedéllyel egyébként be lehet jutni. Az engedélyesek körét szabályoztuk, ugye korábban hozzátesszük, hogy nem volt a városnak behajtási rendelete, tehát elég esetleges volt az, hogy ki kapott, meg ki nem kapott, illetve ki hány engedélyt kapott. Sokan úgy tudták, hogy ingatlanonként maximum 2 lehet kapni, de voltak olyan ingatlan tulajdonosok, akiknek több engedélyük volt. Ezt most ebben a behajtási rendeletben nagyon világosan szabályoztuk. Lehetővé tettük azt is, ami egyébként korábban nem volt szabályozott, hogyha valaki ezt például jön a postás, a csomagszállító, vagy akár nyilván a vendégeknek az érkezése, ott nagyon szabályozott keretek között megy most a kártyáknak a kiadása, ellenőrzése. Ez nyilván az elsődleges cél az volt, hogy a Dunaparton a gátra menő forgalmat lehetőség szerint úgy korlátozzuk, hogy megszüntessük ott az átmenő forgalmat. De mint minden ilyen beavatkozásnál, nyilván lehetnek olyan súrlódások, amelyek bizonyos emberek számára nem teszik lehetővé. A behajtási rendeletünket egyébként már az elfogadása óta egyszer módosítottuk is, volt egy gyors módosítási igény, pont a Kántor utcai behajtás kapcsán, és akkor majd rátérek arra is, ami arról szólt, hogy például a Szent István telepen működő intézmények dolgozói is eljuthassanak az intézményekhez. Ugye, amikor adott egy olyan helyzet, hogy van egy útszakasz, ahol a 2 óránkénti mért forgalom az eléri, vagy akár meghaladja a 450-500 járművet, ugye ilyen esetekben, amikor ilyen magas számokat látunk, akkor merül fel a beavatkozás igénye. Szigorúan próbálunk ebbe objektív szakmai okokat keresni, tehát most nem csak a saját érzetünkre, hanem konkrét forgalomszámlási adatokra, szakértői javaslatokra támaszkodunk. A Kántor utcai behajtási zónánál az volt a vezérelv, hogy azokat az egységeket, azokat a lakóegységeket, amelyeket ez az utca összeköt, és most vonatkoztassunk el attól, hogy korábban okos ötlet volt-e bevinni egy ilyen keskeny utcába, vagy sem, mert szerintem nem, de ez már egy adottság. Tehát a város részeket összeköti az az utca, tehát akik például mondjuk az iskolai körzethatár, vagy az óvodai körzethatár szempontjából
neki nagyon fontos, hogy ezen az útszakaszon tudjon haladni, azok számára mind lehetővé tettük. Tehát például ebben a módosításban nem csak az intézmények körére, hanem hogyha megnézi valaki alaposabban, akkor látja, hogy az érintett utcáknak a körét is úgy kibővítettük, hogy nincs olyan gyerek Budakalászon, akinek az iskolai körzet határán kívülről kell, tehát ez az útszakasz érinteni. Az egy másik kérdés, hogy előfordulnak olyan helyzetek, hogy valaki mondjuk a város túlfelére szeretné vinni a gyerekét, de miután sajnos ezeket az elkerülő utakat, ahogy említettük, még évekig nem fogja tudni a város használni. Addig meg kell barátkoznunk azzal, hogy sajnos valahol a városnak a belső forgalmát is úgy kell rendezni, hogy próbáljuk minél kisebb mértékben az autóhasználatot, ahol legalábbis megoldható anélkül. Tehát például, hogyha megnézi, az új iskolai körzethatárokat úgy jelöltük ki, hogy a Pomázi utat és lehetőleg a Hévet ne kelljen senkinek se keresztezni, mondjuk a Szent István telepi iskola és a Patakpart iskola közti körzethatár az ugye a Hév mentén húzódik. Pont azért, mert ugyan nyilván tudjuk azt is, hogy vannak olyan családok, akik megszokásból vagy szeretik a pedagógust és távolabbról jönnek, de alapesetben mindenkinek úgy legyen lehetősége eljutni az iskolába, hogy ne kelljen mondjuk ezen a nagyon zsúfolt lemfonó csomóponton átkelni. Ugyanez a vezérelv volt a Kántor utcában, és a Dunapart esetében is azt tudom még mondani önnek, hogy amikor ezt ugye nagyon sok lakossági fórum előzte meg ezeknek az intézkedéseknek a bevezetését, az ottani kéréseket meghallgatva, egyébként nagyon sokat változott azóta a beállítási rendelet formája, tehát például biztosan emlékeznek arra, hogy korábban az ott lakók kérésére annak idején ugye egyirányosítás lett volna, meg fölmerült ugye süllyedő oszlop ötlete, stb., amit végül a képviselőtestület az elfogadott és életbe léptetett behajtási rendeletben már ugye nem ilyen körülmények között valósul meg az átjutás. Tehát nagyon sokat változott ez a dolog, és ígértük is, és be is fogjuk tartani, hogy a tapasztalatok fényében felül fogjuk esetlegesen vizsgálni ott, ahol szükséges ezt a beállítási rendetet. Addig, amíg nem tud megépülni az elkerülő út, addig az átmenő forgalmat lehetőség szerint sajnos ki kell vezetni a lakóövezetekből, tette hozzá az alpolgármester. A Kántor utcai járdával kapcsolatban beadták az útépítési engedélyt, amint elbírálják, kiírják a pályázatot és elkezdődhet a kivitelezés. Fejtette ki egy következő kérdésre Nágel István. Az Arany János út 3 szám alatti önkormányzati ingatlan jogi helyzetéről, továbbá az Omsk Park közösségi együttélési szabályairól is érkezett felvetés. Én a Budakalászi Horgász Egyesületnek szintén tiszteletbeli tagja, elnöke vagyok. Ők kerestek meg engem ugyanezzel a problémával. Voltak is már a hivatalban, voltunk a hivatalban. Hát ígérték a szigorúbb ellenőrzést, de ugye az sem sincs kőbe vésve, hogy ez a kutya ügy, ez így marad, hogyha ebből nem lesz békesség, akkor lehet, hogy ezt is át kell gondoljuk. De ezt a problémát is tudjuk. Hát azt mondtam, át gondoljuk, nem elkapkodjuk. Ezzel kapcsolatosan egyébként megkerestük azt a fórumot, akik korábban is tartottak ez ügyben egyeztetést. Ugye amikor a kutyák beengedése a parkban felmerült, akkor ez már az elején is feltétel volt, és tudtuk azt, hogy igazából ennek a szabályoknak a betartására, tehát nincs annyi közterületfelügyelő rendész, rendőr a környéken sem, aki minden sarokra odállhatna, hogy senki ne szegje meg ezeket a szabályokat. Tehát ezt előre jeleztük a kutyásoknak, akik szerették volna és kérték azt, hogy erre legyen lehetőség, hogy igenis ez egy társadalmi felelősség, a kutyás társadalomnak a felelőssége, hogy ezeket egymást is figyelmeztetve segítsék a szabályok betartását. Megismerve ezeket a panaszokat, és amiket tapasztalunk, ami egyébként azt gondolom, hogy természetesen vannak is biztosan, itt ezeknek a mértékéről szubjektív, halljuk ezt az oldalt is, meg azt az oldalt is, de az biztos, hogy tökéletesen nem működik. Ezért újra ehhez a fórumhoz fordultunk, kérve őket arra vonatkozóan, hogy vizsgálják meg, hogy milyen
tudatformáló, illetve szabálybetartására felszólító kampányt tudnak indítani, hogy ez a helyzet javuljon, mert hogy igazából nem az a cél, hogy visszaforduljunk erről az útról, hanem az, hogy tanuljunk meg úgy együtt élni, hogy ez mindenki számára élhető legyen. Tehát ezzel a kéréssel fordultunk, és tudtommal ez a kampány ez szerveződik is, aminek keretében szeretnék a szabályok betartására figyelemfelhívást megerősíteni. Úgyhogy mi ebben bízunk, hogy ez jelentősen hozzá fog járulni a szabályok betartásához. Amit pedig a saját hatáskörben a rendészeket kértük, hogy oldják meg azt, hogy gyakorlatilag ugye a Zomsz Parkban a térfigyelő kamerák mellett egyébként hangszórók is vannak felszerelve, hogy a rendészet amikor tapasztalja, vagy akár rendszeresen időközönként mondják be a hangos bemondókon keresztül a kutyatartásra vonatkozó szabályokat, hívják fel a figyelmet, ugyanis az a tapasztalat, hogy azért az Zomsz Parkban sokszor olyanok is megjelennek, akik egyébként nem itt laknak, és hiába, tehát ki vannak helyezve a táblák, de ezt nem mindenki olvassa el, tehát igazából én is ezzel egyetértek. Tehát szerintem is, aki szabálykövető, az megtalálja azt, hogy... Így van. Tehát a polgármester úr szavait megerősítve azt gondoljuk, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell. Ez ügyben megtettük ezeket a lépéseket. Mi szeretnénk látni és bízni abban, hogy javulás fog beállni ebben a helyzetben. Az ülésről készült összefoglalónkat holnapi híradónkban folytatjuk. A minőségi, friss, szezonális zöldségek, gyümölcsök és különféle kézműves finomságok mellett tökfaragás, arcfestés, őszi lámpás készítés is várt azokra, akik ellátogattak múlt hét csütörtökön a Mentáskert piacra. A szervezők a minőségi termékek mellett nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra is. Minden szentek előestéjén tartják a Halloween ünnepét a számos pókhálós, csontvázas, rémisztő dekoráció mellett a hagyomány ásza a töklámpás. Itthon is egyre nagyobb divatnak örvend a tökfaragás, amely egy nagyszerű baráti vagy családi program, hiszen nem is kell hozzá túl sok eszköz, leginkább a kreativitás, hogy minél egyedibb, ijesztőbb arcot világítson meg a faragott dekorációban elhelyezett gyertya. E köré épült Budakalász egyik termelői piacának múlt heti programja, ahol őszi hangulatú kézműves foglalkozással várták a kicsiket és nagyokat. Ezzel teszük vonzóbbá, hogy a piac még nagyobb látogatottságra tegyen szert, meg ezt mi is szeretjük csinálni, meg mindig valamihez kötődően. Most éppen a tökfaragás, meg a krizanténvásár, meg hát egy kicsit ilyen nyüzsibb, és annyira tök sok gyerek. Ja, és most arcfestést is hívtunk, úgyhogy most rengeteg gyerek van, úgyhogy most nagyon boldogok vagyunk. Pozitív fellendülést tapasztalható a piacra látogatók számának körében, akik nem csak a friss, szezonális termékek miatt térnek vissza a Mentáskertbe, hanem a remekbe szabott kísérő programok miatt is. Szeretjük csinálni, vagy nem tudom, az egésznek van egy olyan kellemes légköre, semmi nem kötelező, és talán ettől olyan vonzó, hogy jó dolgokat árusítanak, mi próbáljuk jó dolgokat csinálni. Ez a természetesség és a környezettudatosság jegyében, tehát ezek így ilyen fontos alapelvek. És ennyi az egész igazából, szerintem az a varázsa. Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap, Bringás Reggeli, Tour de Calais. A faluház szervezői számos programmal bizonyították már, milyen nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra. Múlt héten az üveglámpásokat az újrahasznosítás jegyében alkották meg, hiszen alapanyagként egyszerű befőttes üvegeket, míg dekorációs elemként őszi terméseket használtak. Emellett a Mentáskert portékái is hazai termelőktől vegyszermentes közegből származnak, ahogy a faragásra szánt sütőtökök is. Amiket csinálunk koszorú, csupa természetes dologból, semmi műanyag, akkor a tököt is, igyekeztünk azért nem, tehát inkább csak mint lámpás, és nem annyira nagyon halloweenesre venni. Igazából ennyi, tehát próbálunk minél több természetes anyagból csinálni a dolgokat, meg semmilyen művi dologgal, kivéve a műanyag biztos, mert ez kell. Aki a piacot ugye hármat szervezzük, MSZ szerezte, és direkt ő piciket rendelt, mert ugye igyekszünk azt is, hogy ha valaki eljön, és akár két-három gyereke van, ez ne legyen anyagilag megterhelő, úgyhogy nem ilyen hatalmas tököket rendeltünk, ami ugye már egy kisebb vagyonba kerül, hanem az a kicsik, és akkor mindenki ki tudja fizetni, és akkor egy ilyen
kellemesen mennek haza. A kihagyhatatlan házi lekváros és nutellás palacsinta, valamint gofri mellett a gyerekeknek arcfestéssel is készültek, így számukra sem volt unalmas program a piacozás. Azt nagyon szeretik a gyerekek, de tényleg, és ez a hölgy most van először, de eszméletlen még kedvest, érdemes megnézni, ilyen műremekek, nagyon-nagyon ügyes. Hát a gyerekek imádják, ez egy ilyen varázs. Előbb olyan kigyúzós óra lehet nála, most már kezd lecsengeni, de ez az egy olyan hálás dolog. A mentáskert minden csütörtökön 14 és 18 óra között várja vásárlóit a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár hátsó udvarán. A múlt heti foglalkozás 3 órától volt meghirdetve, de már jóval korábban megérkeztek az érdeklődők. Az eddig megszokott áruk mellett kapható volt frissen gyalult tök és reszelt torma, és az ősz királynője, a krizántém is. Van ez a sok mag, meg a szalvány, amit fantasztikusak, egy török férfi árul eszméletlen dolgokat, sajt, hús, gyertya, méz, akkor mindenféle péksütemények, csupa tartós adalékanyagmentesek, úgyhogy házi sütemény. Eszméletlen finom házi sütemények. Ma külön direkt a mai napra volt palacsinta meg gofri, úgyhogy mindenki végig jól is lakhatott. Ma elég korán elkezdődött, már is folyamatosan jöttek. Sőt, még amikor hordtuk ki a tököket, meg pakoláztunk, már akkor jöttek egy csomóan, úgyhogy ma olyan nagyon egyenletesen, és most annyira idik itt ebben a nagy avarba rohangálnak, úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó kis nap. Míg a múlt héten a sütőtöké volt a főszerep a mentáskertben, október 20-án őszi ajtókopogtatót és kerti dekorációt készíthettek a piac látogatói. A szervezők ötlettára kifogyhatatlan. Igazából gondoltuk, hogy úristen, a tököt elfelejtettük, mert múlt héten ez a természetes koszorú, ez már nagyon beleállt a fejembe, hogy ezt meg akarom csinálni. Ez nagyon jól is sikerült. Rengeteg visszajelzés volt, hogy milyen szépek lettek. És akkor eszünkbe jutott, hogy na, a tököt a szelfetők, hát nem baj, akkor csinálunk egy ilyen tökös napot is, meg szerveztünk krizantémvásárt rá, ugye a héten a temető, hogy mindenki meg tudja venni, de gyönyörűek vannak nagyon jó áron. És igazából ennyi, de most lesz egy kis szünet, és majd az adventi koszorúval jelentkezünk. Bár most megint elbizonyítottunk, hogy csináljunk egy Márton napot, úgyhogy mindig kitalálunk valamit, de az adventi ez biztos. A mentáskert aktuális kísérő programjairól a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár online platformjain tájékozódhatnak. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön reggel, főleg keleten még több felé lehet párás, ködös az idő, de napközben szinte mindenütt eloszlik a köd. Száraz időben lesz részünk, napos és felhős időszakok válthatják egymást országszerte. Napközben 13-19 fokra van kilátás. Adásunk végén következzenek, legfontosabb híreink még egyszer röviden. Meghosszabbított nyitvatartással várták a látogatókat a hosszú hétvégén a budakalászi temetőkben. Az október 26-ai közmeghallgatáson a Hév megálló környékének rendezéséről, a helyi közlekedés nehézségeiről, illetve a behajtási rendelet intézkedéseivel kapcsolatban is érkezett kérdés és javaslat a grémium felé. A mentáskert minden csütörtökön 14-18 óra között várja vásárlóit a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár hátsó udvarán. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Híradóval legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében köszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!